Közeledik a május 20-a, ami az egyik legjelentősebb adózási határidő. Nem csak az SZIA bevallást kell eddig leadni, az 1+1% felajánlásáról is eddig lehet dönteni. Fontos hónap a május adózás szempontjából. 20-a a személyi jövedelemadó bevallás leadásának végső határideje. Eddig kell megfizetni az SZIA-t, valamint szintén eddig lehet rendelkezni az 1+1% felajánlásáról. Az idei évtől pedig már az egyéni vállalkozóknak is május 20-a a bevallási határidő, a korábbi február 25-e helyett. Az ügyfélkapu már régóta elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tervezet, amelyet postai úton kézbesítettek azoknak, akik ezt kérték. Ha ezeket a tervezeteket nem hagyják jóvá, május 20-a után automatikusan bevallássá válnak. De csak a magánszemélyek esetében, az őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak és áfa fizetésre kötelezetteknek viszont el kell fogadniuk azt. Azoknak pedig, akik nem értenek egyet a tervezetben szereplő adatokkal, a 18 SZIA bevallást kell benyújtaniuk legkésőbb 20-áig. Közben figyelmetlenségből vagy információhiány miatt sokan hagynak veszni nagy összegeket. A súlyosan fogyatékos magánszemélyek havonta 7450 forint adókedvezményt vehetnek igénybe. Az érintett betegségek köre ráadásul idén bővült. Aki azonban eddig nem tudott erről, de jogosult rá, 5 évre visszamenőleg még kérheti a jóváírást. Magyar Norbert, a NAV megyei sajtóreferense a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Körülbelül mennyi adóbevallást várnak május 20-áig itt a megyében? Hát itt Szabolcs megyében az elmúlt évek tapasztalat alapján azt mondhatom, hogy körülbelül 240 ezer magánszemély bevallását várjuk május 20-áig. Ebből azért ugye elég nagy mennyiségben benyújtották már a bevallásukat, hiszen a bevallási tervezet minden adózó számára elkészült, hogy a bejátszásban is láthattuk, nagyon sokaknak nincs is teendője vele. Ugye itt az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, illetve az őstermelőknek kell kiegészíteni abban az esetben, hogyha olyan adatokkal rendelkeznek, illetve olyan bevételük volt, amelyekről a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak nincsen tudomása, ezt mindenképpen ki kell egészíteni ezt a bevallást. Mik azok, amik ebbe tartoznak? Természetesen itt akár ingatlan bérbeadásból származó jövedelem is lehet, amely ugye nem kifizetőtől, tehát nem adatszolgáltatótól származó bevételnek minősül. Ugye az egyéni vállalkozók esetében nagyon gyakorta előfordul, hogy esetlegesen magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatásokat, és erre vonatkozóan ugye nincs adatunk az erre vonatkozó kifizetésekre, illetve őstermelők esetében, hogyha 600 ezer forintot meghaladja a jövedelmünk, akkor természetesen ott is egy SZIA kötelezettség keletkezik. Vagy például, ha valaki ingatlant értékesített az adóévben? Így van, bár arról ugye az illeti kiszabás révén van tudomásunk, inkább a bérbeadás az, amely ugye egy kicsit ködösebb volt. Természetesen ezt az SZIA bevallásban azonban külön rubrikában fel kell tüntetni. Mik azok a legfontosabb változások, amik az idei évben érvénybe léptek? Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a bevallási tervezet köre bővült, és ugye egyre szélesebb körben elérhető, azonban nagyon sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel, vagy nem abban a formában, ahogyan ugye ez a legegyszerűbb lenne, hiszen itt azért számolni kell azzal, hogy akinek ügyfélkapuja van, ezt a bevallási tervezetet nagyon könnyen el tudja fogadni, illetve módosítani is tudja. Éppen az elmúlt időszakokban tapasztaltuk azt, hogy azok az adózók, akik postai úton igényelték meg a bevallás tervezetüket, ugye április 30-áig meg is küldtük a részükre, azok a napokban benyújtják azokat az átvezetési kérelmeiket, amelyekben a többletadóra vonatkozóan szeretnék kérni a kiutalásokat. Azonban nagyon fontos tudni, hogy ez a bevallási tervezet, hogyha postai úton lett megküldve, akkor minden esetben csak május 20-án válik bevallásá. Hogyha az adózó jelzi természetesen az ügyfélszolgálaton személyesen, hogy ezt a bevallási tervezetet elfogadja, akkor van lehetősége az átvezetési kérelem benyújtására is. Azonban, hogyha ez nem történik meg, akkor addig ezt el kell, hogy utasítsuk. Tehát az adózó igazából csak arról értesül, hogy kapott egy papírt, benne van, hogy mennyi visszafizetendő adója keletkezett, benyújtott egy kérelmet, mi pedig elutasítottuk. Magyarul nem kötelező bemenni és elfogadni a tervezetet. Május 20-án ez automatikusan elfogadottá válik, és onnantól kezdve igényelheti a
visszajáró pénzt. Hogyha valaki esetlegesen türelmetlenebb, és akkor nem akarja ezt az időszakot kivárni, akkor az ügyfélkaput, hogyha megnyitja, tehát hogyha ügyfélkaput nyit az elmúlt időszakban, vagy a következő időszakban, akkor már jelentkezik ez a kiküldött bevallási tervezet is, elektronikusan elérhető, és van rá lehetőség, hogy esetlegesen ezt módosítani is tudja, hiszen ahogy a bejátszásból is hallottuk, ennek a tervezetnek, a kiküldött tervezetnek a módosítására már azon a tervezeten, a lapon nincs lehetőség, tehát nem lehet ráfirkálni és visszaküldeni, hanem ilyenkor egy újabb bevallást kell begyújtani. Ehhez ugye már bevalláskitöltő programot kell használni, ott azokat a megfelelő adatokat módosítani, amelyek ugye a tervezeten nem megfelelőek. Tehát lehet, hogy ez egy hosszadalmasabb procedúra, mint hogyha valaki ügyfélkaput nyit. Mi történik, ha valaki május 20-a után kap észbe, hogy valamit lefelejtett róla, valamit mégiscsak módosítani kellene? Természetesen, aki később kap észbe, annak is ugye van egy bevallása már a bevallási tervezet révén. Tehát itt a mulasztási bírság azért 50 ezer forintig terjedhet. Azonban, hogyha valaki azt gondolja, hogy revízióval módosítani szeretné azokat az adatokat, amiket korábban esetlegesen elfogadott, vagy most már hibásnak minősített, ezt megteheti természetesen mindaddig, amíg ez a feldolgozás nem történik, meg azért nyitva áll az a lehetőség, hogy módosítsák a bevallásukat, illetve mindaddig, amíg a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem kezdi ezt ellenőrizni. Kik azok, akiknek adójóváírás jár? Adójóváírás természetesen mindazoknak jár, akik túlfizetéssel rendelkeznek, tehát akiknek esetlegesen többletadójuk keletkezett, itt akár a járulékuk fizetéséből, akár a nagyobb összegű adó levonásokból visszafizetendő adója keletkezett, akkor természetesen ezeket feltüntetjük, illetve ugye itt lehet érvényesíteni a családi kedvezményeket, illetve a súlyos fogyatékosság utánjáró, vagy az elsőházas utánjáró kedvezményeket is. Ezeket a kedvezményeket azonban nagyon kevesen veszik igénybe, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy rendelkezhetnek róla, akár 5 évre visszamenőleg is, tehát hogyha esetlegesen most szereznek információt róla, és tudják, hogy olyan jellegű fogyatékosságban élnek, vagy olyan jellegű kedvezményben részesülhetnek, amelyet igénybe vehetnek, tehát ez a súlyos fogyatékosság után járó kedvezmény. Vagy akár tartós betegség is létezik? Így igaz, pontosan ezt a szakorvos állapítja meg, hogy melyek azok a betegségi körök, amelyek ide beletartoznak. Ugye megfelelő kormányrendelet mellékletében szerepelnek ezek a betegségek, amelyek az idén már bővültek, tehát akár a laktózérzékenyek, akik korábban nem szerepeltek, már ők is ide tartoznak. Itt viszont érdemes megemlíteni, hogy ebben a kibővült körben nem csak az idei évtől érvényesíthetőek a kedvezmények, hiszen hogyha valakinek korábban történt ennek a megállapítása, tehát felfedezték ezt a betegséget, és orvosi igazolással rendelkezik is róla, akkor 5 évre visszamenőleg ezt tudja érvényesíteni. Ezt kizárólag a házi orvostól lehet megkérdezni, hogy mik ezek a betegségkörök, vagy a nap honlapján utána lehet nézni, hogy mi az, amire jár? A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján is megtalálható, de mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy előzetesen szakorvosnál tájékozódjanak, hiszen a szakorvos állapítja ezt meg, a házi orvos utána az igazolást kiállíthatja erről természetesen. Azonban a legtöbb betegség esetében szakorvosi igazolás szükséges. Ezt nem kell benyújtani a bevalláshoz, tehát a kedvezmény érvényesítéséhez nincs rá szükség, viszont meg kell őrizni, mert egy esetleges ellenőrzésnél kérheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos dátum a május 20-a, nem csak az SZI a bevallás szempontjából, hanem a rendelkezés szempontjából, mégpedig az 1+1% rendelkezéséről is. Hogyan áll össze ez az 1+1%? Van-e ebben valami változás az elmúlt évekhez képest? A változás talán annyi, hogy ugye a korábbi évben lehetőség volt arra, hogy az egyházak részére történő felajánlást ne kelljen megismételni. Tehát, hogyha valaki esetlegesen rendelkezett egy egyház részére, és nem kíván módosítani rajta, akkor természetesen nem kell tennie semmit, az idejében is ez az 1%-os felajánlás meg fog történni a részükre. Hogyha azonban ezt módosítani kívánja, akkor a módosítást már jelezni kell mindenképpen, a technikai azonosítót fel kell tüntetni. Az egyházakat, illetve azokat a civil szervezeteket, akiknek a részére megtörtént a felajánlás, mindenképpen meg kell tekinteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, hiszen a jogosult szervezetek listája itt megtalálható, tehát a részükre történjen meg ez a felajánlás. Valamint, hogyha valaki benyújtotta meg a bevallását, akkor a bevallástól függetlenül is megteheti ezt az 1+1%-os felajánlást, tehát akár borítékban is elküldheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére. Mik azok a tipikus hibák, amiken el szokott ez csúszni?
Hát általában azoknak a szervezeteknek ajánlják fel, akik nem jogosultak, tehát ez is előfordul, illetve előfordult már az is, hogy nem tüntetik fel a technikai azonosítót, nem tudták odaírni a civil szervezeteknek az adóazonosító számát. Nagyon sok esetben ugyanazokat a számokat írták be, vagy a saját adóazonosítójukat tüntették fel. Tehát általában adminisztratív hibából szokott ez meghiúsulni, hogyha esetlegesen jogosult szervezetnek ajánlják fel. Fontos beszélnünk arról, hogy az elektronikus úton történő bevallás nyomán azért nem csak jó szándékú emberek állnak ott résen. Így igaz, sajnos nagyon sok olyan e-mail-el találkozunk, olyan jelzéssel, amely az adózók részéről történik egy továbbított e-mail keretében. Itt meg kell említenünk, hogy olyan adathalászok, olyan csalók merülnek fel, akik visszafizetéssel, személyvedelmadó visszafizetéssel kecsegtetik az adózókat, és minden esetben e-mailben értesítik őket róla, hogy van ilyen kedvezmény. Meg kell adni a személyes adataikat, és a visszafizetési oldalra navigálja őket. A Nemzeti Adó és Vámhivatalnál ilyen nem létezik, merőben más az értesítési struktúránk, hiszen nem értesítjük az adózókat e-mailben ilyen jellegű túlfizetésekről. Ugye folyószámla kivonatot küldünk ki, illetve nem navigáljuk őket semmilyen oldalra, és nem kérünk e-mailben semmilyen adatot tőlük, amely arra alkalmas, hogy akár a bankkártyájukat, akár a folyószámlájukat beazonosítsuk. Ugye itt, hogyha valaki tájékozódik arról, hogy túlfizetése van, esetlegesen a bevallási tervezetben is visszaigényelhető adója keletkezett, akkor ő magának kell, hogy kitöltsön egy nyomtatványt, ez a T10-11-es nyomtatvány, amely visszaigényelheti ezt a túlfizetést. Magyar Norbert, köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm.